Sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban. Itt vagyunk a Kálvin tér metroállomáson, majdnem este 11 órakor, és a mai videóban meg fogjuk nézni az M3-as metró újonnan átadott három állomását, ugye a Kálvin teret, a Corvin negyedet, illetve a Semmelweis klinikák állomásokat. A mai nap folyamán május 14-én 17 órakor adták át ezt az új szakaszt, viszont mivel én dolgoztam este 10 óráig, nem tudtam eljönni az átadásra, de még időben vagyok, én úgy gondolom. Holnapi nap folyamán délelőtt meg azért nem tudok eljönni, mert képzeljétek el, reggeltől megint dolgozom, úgyhogy most jutott erre idő, úgyhogy tüzetesen körbe fogunk nézni, és meg fogom nektek mutatni az új állomásokat, tartsatok velem! És egyébként elég sokan vannak a városban, mert szombat este van, jó idő van, és ugye bulizás van, úgyhogy emiatt nehéz lesz videózni, de hát ha napközben jöttünk volna, akkor se lenne egyszerűbb, mert akkor a sok érdeklődő, illetve közlekedés kedvelővel lett volna tele a tér, úgyhogy olyan szempontból örülök, hogy itt nem fognak engem zaklatni, meg leszólítani. És ugye itt is vagyunk az aluljáróban, mindjárt ott vagyunk a M3-as metrónak a bejáratánál. Én egyébként láttam korábban látványterveket, és nekem már akkor is ez a Kálvin téri állomás tetszett a legjobban. Nézzük meg, hogy valóban milyen a való életben. Ugye itt láthatjátok, hogy ilyen üvegablakokat csináltak, ez nekem nagyon tetszik. Ilyen akváriumos feelingje van, illetve ugye ezek a mozaik falak is nagyon tetszenek nekem. Illetve majd itt a Ferde lift, amit kipróbálnánk, hogyha üzemelne. De már úgy látom, hogy az első nap nem üzemel, úgyhogy kénytelenek leszünk lemenni a mozgó lépcsővel. Ú, de szép ilyen üvegfal lett itt. Ki lehet látni így az aluljáróba. És ilyen a lejtakna. Hát, azt hittem, hogy itt egy üvegfal lesz, de nagyon ez a sárga fal elrejti teljes mértékben a liftet. Pedig milyen vicces lett volna átintegetni a liftben utazóknak. Sokkal szebb és modernebb, úgyhogy panaszkodás nincs sok, de ha jól látjátok, nincsen még befejezve. Vannak olyan részek, ahol még eléggé foghiányos a szerkezet. Sőt, nem tévedtem, bocsánat. Most látom, hogy oda van elrejtve a sugárventilátor, akkor azért nincsen ott ilyen álmennyezet. Ugye a tűzelvezetés miatt tűzoltási rendszernek szabadon kell lennie. Sugárventilátorok miatt viszont ugye itt ez a feltépet mennyezet, amit láttam ilyen bemutató videóban, ez azért van, hogy a 4-es metrónak ugye nagyok a állomásterei, és hogy ezzel tisztelegjenek 4-es metró előtt is. Azt a mindenit, ez tényleg tetszetős. Kicsit odébb állok, hogy ne legyek útba. Itt a Ferde pályás lift. Még dolgoznak rajta, ott vannak a aknában. Ha. Nagyon furcsa, de kár, hogy nem lehet használni egyébként. Mindjárt körbenézünk jobban is az állomáson. Ugye? Azt a mindenit, de világos lett itt. És ugyanez a megszokott festékszag, ami... vagy festékszag? Por, ami előtte volt. Felkerültek az új térképek, ugye ez a fekete márvány fal, ami a 4-es metró miatt lett ilyen, azért választották ezt, illetve ugye elnézünk meg gyorsan a 4-es metró irányába is, ezt hagyjuk elmenni. Ezek a kék falak is tetszenek, a Kálvin tér felirat. Na végre már nem matricáz van, eddig matricáz volt a 4-es metró felirat, most legalább táblán szerepel. Ja, hasonló segélykérő, poroltó, panelek, peronvészkapcsoló, illetve ugye a szarvasok, amik ugye egy irodalmi művet szeretnének megmutatni, illetve hogy itt ilyen kisebb, a kisebb elmagasság miatt ilyen kisebb kijelzők is vannak, mint ugye az északi vagy a déli szakaszon. Nyilván egy ilyen mély állomásnál nem lehetett megoldani, és ugye a régi átjáró, ami korábban is megvolt, és a most is biztosítja a 4-es metróra az átszállást. Ugye miatt választották ezt a fekete
gránit burkolatot, mert ez korábban is átjátok, ez az eredeti, és az újonnan épített, meg ott van. És ott is a szarvas. Nem tudom, én még csak ezt az egy állomást láttam jelenleg, de nekem már tetszik. Illetve hát ugye, ami újdonság még, hogy burkolatot nem kapott ugye maga ez a vastömb szerkezet, direkt azért, hogy lássuk a nyers vastömböt. Szerintem még át tudok menni ezen a metróval irány a Corvin negyed, mert innen nem tudok többet mutatni. Üdvözlőjük utasainkat! Ez az M3-as metró Kőbánya Kispest felé, a Corvin negyed következik. Az ajtók a bal oldalon nyílnak. Welcome on board. This is Metro Line M3 to Kőbánya Kispest. Doors will open on the left. És meg is érkeztünk a Corvin negyed állomásra, ahol szintén ez a kék fal burkolat fogad minket, illetve ugyanez a nyers acél szerkezet, ami tartja az állomást, és itt is olyan, mint a többi szakasznál, hogy egy űrsiklóban ülnél, olyan hangja van még. Úgyhogy egyébként tökéletes, a pálya nem rángatott egyáltalán, viszont itt már sokkal undorítóbb ez a habszivacs. Nekem jobban tetszett igazából a Calvin téri állomás, de hát ugye ennek azért ilyen homogén, meg egyszínű, mert ide kerülnek a plakátok, tehát tök fölösleges lenne Mona Lisa képét ide rakni, vagy bármit. Ugye ennek nem ez a célja, illetve úgy is nevezik most már ezt az állomást, hogy a Csillagok háborúja állomása. Egyébként azért van az, hogy ezek így vannak, ezek az elemek, hogy nézzétek meg, hogy ne legyen párhuzamos vagy szimmetrikus a fallal, teljes mértékben elkülönüljön igazából a fal, illetve a plafon szerkezet, de egyébként ezt el is magyarázzák a videóban, aki megnézte ugye a videót, amit készítettek róla, ott elmagyarázzák, hogy építészeti koncepciót miért ezt választották. Ugye nyilván nem akarták elrejteni itt a gépészetet. Hát azért nem a legszebb, de hogyha nem bámészkodtok be a panelek közé, akkor még egészen kulturált és különlegesnek mondható ez az állomás is. És itt már jobban tetszenek ezek a narancssárga, sárgás padok. Ezek szerintem kevésbé koszolódnak, mint a fehér elődeik. A déli szakaszon vannak, bár ugye eléggé koszos már most az első nap. De szerintem még mindig jobb, mint ami van ugye a déli meg a északi szakaszon fehér padok. Akkor itt is nézzük meg a lejtaknát, mert szerintem ez érdekes lehet számunkra. Ugye ami érdekes, hogy itt középen van a térkép, és nem ott a falon rajta. Így néz ki a gyakorlatilag a oszlopcsarnok. Ja, és itt vannak azok a feliratok, amiket láttam a videóban is, amit el lehet olvasgatni, tanulmányozni, ezek szándékosan vannak így lecsiszolva és így hagyva. És akkor nézzük meg a lejtaknát. Na, itt már úgy látom, hogy működik a ferdelift, és mindenki arra várakozik, hogy kipróbálhassa. Lehet, hogy kipróbáljuk akkor most egy videón keresztül, hogy milyen ezzel a ferdelifttel utazni. Calvin téren ugye még nem készült el. A lift felfelé megy. Az ajtók még elég nagyon lassan nyílnak.
hát azért itt az ajtón dolgozhatnának, hogy gyorsabban kinyíljon. Na, így néz ki a felső rész. Ez viszont nagyon tetszik, hogy megtartották itt a régi burkolatot. Ez egy nagyon szép tisztelgés a múlt előtt, én úgy gondolom. És itt nagyon szép ez a narancssárga színválasztás is. Akkor megyünk lefelé, és akkor megnézzük még innen a mozgólépcsőről, hogy milyen. Na, itt már megvalósították az üvegfalat, ami ugye a Calvin térnél kimaradt. Jobban be lehet látni, át lehet integetni a liftben utazóknak. És tök jól megoldották, mert tényleg kisebb mozgólépcsők vannak. Ez onnan is látszik, hogy megmaradta gyakorlatilag a négy mozgólépcső, nem kellett hármat használni. Sütésünk a Semmelweis klinikáknál, az utolsó újonnan átadott megállónknál, vagy állomásunknál. Ugye hasonló tábla, mint gyakorlatilag a Corvin negyednél. Amit jobban tetszik, az, hogy kapott borítást, gyakorlatilag az oszlop. Nekem jobban tetszik ez a mozaik borítás, mint a csupasz. Értem én, hogy az is valami újdonságnak számít, de szerintem sokkal jobb ez a mozaik borítás. Illetve hát ugye itt meg barna falak vannak, tehát ilyen, vagy inkább azt mondanám, hogy bézs színű falak. Nem tudom, tudjátok, a pasiknak a barna az barna. Kérdezzétek meg a hölgy társaitokat, ők biztosan egyből rávágják, hogy ez milyen árnyalat. És a szokásos alumínium habborítás, ugye csak itt sárga színű és nem szürke. Egyedül egyébként a Calvin térnél volt ez nekem tetszetős. Itt ugyanaz a séma gyakorlatilag, mint a Corvin negyednél. Ugye ez ilyen két ikerállomásnak mondható, annyi, hogy itt a plafon teljesen más, sárga színű, egy kis fekete rácsos szerkezettel, illetve ugye itt is középen található meg gyakorlatilag a ferdepályás felvonó, ami szintén működik. Tehát úgy néz ki, hogy egyedül még csak a Calvin téren nem működik. Na és ott jönnek is szembe. Hú, viszont ez a sárga fal, ez csodálatos. Egyedül ez néz ki. Iszonyat hülyén, hogy ezzel nem tudtak mit kezdeni, ez hihetetlen. Az igen, sugárventilátor. Fej fölött. Kicsit magasabb ember lehet, hogy be is kólintaná a fejét oda. Várjál? Én 1,80 vagyok. Hát azért nem. Ilyen 2 méter 10 körül. Hát viszont ez undorító, hogy itt nem tudták beburkolni az egészet. A fekete. Látszik, hogy még nincsen teljesen kész, mert nagy a készültség itt egyébként a metróban. Ja, ez mondjuk szép ez a csarnok. Ez gyönyörű. De milyen komoly ez a rácsos szerkezet ugye a lift tetején. Viszont ez még mindig ocsmány. Miért nem lehetett ezzel a szép barna burkolóanyaggal végig beburkolni? Miért kellett ilyen fekete ocsmánnyal hagyni az egészet? Illetve hát jobb a világítás. Tetszenek ezek a ledes fények. Ami viszont nekem nagyon tetszik, hogy meghagyták a régi feliratot, csak felújították. Ez egyszerűen elképesztő és gyönyörű. Szerintem. És ki is jöttünk a metróból, és el is érkeztünk a videó végéhez. Jöjjön az összegzés, illetve a konklúzió. Rengeteg pozitív dolgot fel tudok sorolni, meg rengeteg negatívat is. Annyira nem lett túl színes, de hát gyerekek, nem egy múzeumban járunk, hanem egy közlekedési eszközön. Ne várjuk azt, hogy műtárgyakat állítsanak ki, vagy szobrokat. Úgyhogy örüljünk neki, hogy amennyire tudtak, kreatívak voltak.
Ugye a 10 másodpercre rájöttem, mert utána számoltam, 10 másodperc volt a Ferde liftnek a ajtó nyitása, valószínűleg azért lehetséges, mert egészen máshogy működik egy ilyen szerkezet, mint egy normál lift. Ugye a normál liftnél felhúz titeket az egyik emeletről a másikra, hamar kinyitja az ajtókat, itt viszont ugye, mivel egy sinen halad fölfelé, mint a sikló, ezért gondolom 10 másodperc kell neki az, hogy megkapaszkodjon rendesen, hogy ne csúszson vissza a sinen, és ne essél be mondjuk a lejtaknába, úgyhogy valószínűleg emiatt van ez a 10 másodperces ajtónyitás, szerintem ki lehet bírni, üvegből van a lift, tehát lehet bámészkodni is közben, és egyébként nekem összességében itt a Semmelweis klinikáknál a kijárat tetszett nagyon, az nekem tényleg a szívemhez közel állt, és örülök, hogy ezt megtartották az eredeti formában. Hát a Corvin negyedről nem tudok túlságosan sok pozitív dolgot elmondani, az nekem annyira ingerszegény volt, maximum a plafon volt különleges, de szerintem hagyjuk. De viszont a Calvin tér ez nekem iszonyatosan tetszett. Tényleg ez az, hogy nem alumínium hab volt, hanem tényleg megjelentek akár szarvas, akár bármilyen motivumok, szerintem sokkal jobban színesítette az állomást, illetve több szint is láttam, tehát a kék, a sárga, a fehér, illetve a fekete színnek a találkozása szerintem egy gyönyörű összképet adott ki, úgyhogy várjuk a további szakaszokat. Egyébként túlságosan pozitív véleményem is van, mert normálisak voltak a metró biztonsági őrök, nem szóltak a videózásért, tudják, hogy sokan érdeklődnek emiatt, és köszönöm nekik, illetve köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett, akkor mindenképpen lájkoljátok, osszátok meg ezt a videót, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!